Gratulálok! Milyen volt ez a verseny? Nagyon nehéz verseny volt. Őszintén szólva a hullámok, a napsütés, és az, hogy a franciák az elején ennyire próbálták szétszakítani a mezőnyt, ez nagyon sokat kivett belőlem, és ezt meg is éreztem, amikor komolyabb ritmusváltás volt. Úgy gondolom, hogy el tudtam volna úszni a bunyáékkal abban a helyzetben, de sajnos pont beszorultam az olasz lány mögé, és annyi energiám már nem volt, hogy őt ki tudjam kerülni, ráadásul ő sem könnyítette meg a dolgomat. Hát igen, nem hoztam valami jó döntéseket a mai verseny során. Milyenek voltak a verekedések? Hát voltak verekedések, de ez benne van az úszásban. A fiúkat szerintem elég jól megúsztuk. Én egy komolyabba kerültem bele, ebből én húztam a rövidebbet, kaptam is egy sárgát, de tény és való, én az ausztrál lány lenyomott, én ugyanúgy lenyomtam őt, ebből én kaptam a sárgát. Ez benne van. Gondolom, hogy 6 év úszás után most kapok először. Már ideje volt. Összességében nyílt vízi küzdelmek, mennyire vagy elégedett, hogyha az egészet nézzük? Kicsit felemás, tehát 10 kilométernek nagyon örültem, ott nem számítottam ennyire jó eredményre, nyilván most a dobóra szerettem volna állni. Ez nem jött össze, de úgy gondolom, hogy egy kis idő múlva már ezt az 5. helyet is tudom majd értékelni.